Menő, ez olyan, mint a horrorfilmekben, megyünk körbe. Tudom, hogy mondják szakifejezéssel. Várj, még nem jutott eszembe! A csodában minden olyan, mint a horrorban. Csórókét, nagyszerűek az ünnepek, jössz velem shoppingolni? Shopping? Nagyon szeretek shoppingolni. Veszel nekem kabátot, farmert, cipőt, csapit, meg sálat? Á, csórókét, nem tudom, hogy mit fogok venni neked. Kabátot? Mm-mm. Csapit? Mm-mm. Kesztyűt? Mm-mm. Akkor mit? Veszek neked orvosi maszkot, csórókét, vírusok mindenütt megfordulnak, te pedig a barátnőm vagy, úgyhogy viselnem kell gondodat. Veszek sapit, kabátot és sálat magamnak. Hova mész? Nem bírtok sehova, minden volt zárva a karantén miatt. A fenébe, csórókét, elkésünk miattal, túl igényes vagy. Lájkoljatok minket, hogy véget érjen a karantén, és hogy Arany Stacy vegyen sapit a csórónak. 1, 2, 3. Csórókét boldog lesz. Nézd, még sötételen is visel maszkot. Sötételen? Minek a maszk? Úgyis csak a temetőben sétálsz. És ott senki sem beteg. Okos Júlia, hány mikróbát adtak át egymásnak? 2 148 000. Fantasztikusan, megbolondultál? Én értem, hogy a fiúk le vannak maradva 2 évet a fejlődésben, de akkor is, fantasztikus rossz. Le vagy maradva. Mindenkinek meg lett mondva, hogy hozzon maszkot. Orvosít, fantasztikus rossz. Ó, én meg nézem, hogy miért bámul mindenki. Ó, az egész banda itt van. Mary Johnson miért nincs karanténban? Ő a rizikócsoportba tartozik. Miért is? Hát ön idős. Most meg fogom mutatni az 5 fős rizikócsoportot. Rendben, távozunk. Hova? Óráink vannak. Igazából szünetet rendeltek el. Igazából nem. Online tanítás van. Sajnálom, te nem értettétek. A fő hangsúly az online-on van. Pontosan, megyünk haza. Állj, fantasztikus rossz! Távolról fogunk tanulni. Te ott vagy, én meg itt. 2 méter. Oké, megyünk az erdőbe. Há, április elsője van, csak viccel velünk. Ó, nem viccelt. Az erdőbe, messze a vírusoktól, és közelebb a friss levegőhöz. Megyünk a boltba édességekért. Vettem hajdinát és toalettpapírt. Gyorsan utánam az erdőbe. És tartsátok a 2 méter távolságot. Én a rizikócsoportban vagyok. Mit fogunk itt csinálni? Növényeket fogunk kutatni orvosi felhasználásra, és utána gyűjteni. Nekem? Itt csak kutyak, akit lehet kutatni. Tudom, hogy itt van valahol a házi kedvencek temetője. Gyerünk oda! Fúj, sötételem, megint! Érdekesebb, mint a kaka kutatása. No, látjátok? Ehető gomba. Gomba nélkül. Oké, maradjatok itt. Megyek, megnézem, hogy mi a helyzet. Most itt kell ülnünk. Nekem tetszik a tiszta levegő. A legjobb gyógyszer a betegség ellen. Esetleg meséljünk egymásnak ijesztő történeteket? Igen, de itt nincs semmi ijesztő. Minden ijesztő történhet az éjjel. Igazából nem. Ismerek egy történetet egy nagyiról, aki éjjel-nappal sétál az erdőben. Ő gyerekekkel találkozik és eljátsza, hogy segít nekik megtalálni az utat. De nem hazavezett őket, hanem magához. Egy konyhóba csirkelábakkal. Ismerjük a nagy sötét ellen. Neked vannak csirkelábaid, ő pedig nagy lyukban élt. És szintén volt neki nagy kutyája. Banda, hol vagytok? Nem tanulunk azért ilyen távolról. Sötételen, ez megint te vagy? Miért én? Csak elmeséltem nekik egy április elsőjei poént. Tudom a te sötét vicceidet.
Szóval itt semmi keresnivalónk. Megyünk a folyóhoz, hogy tengeri állatokat kutassunk. Hurrá! Fantasztikus Rossz, ne kullogj utánunk! Na gyerünk, gyerünk! Mint mindig, Fantasztikus Rosszt várjuk! Hol van ő? Elrabolta a bolond nagymama! Milyen nagymama? Minden nagy otthon maradt karanténban. Vicceltem! Szóval, kutassátok a természetet. A tengeri állatokat. Én pedig megkeresem Fantasztikus Rosszt. Ha visszajöttem, kikérdezlek titeket, hogy milyen növények találhatók meg a Volga partján. Lehet, hogy elment pisilni. Aha, az erdei nagy lyukába. Szerintetek Mary Johnson túl sokáig keresi Fantasztikus Rosszt? Lehet, hogy a nagy őt is elrabolta. De mi van az ő lyukában? Idősek otthonal, vagy ilyesmi? Mary Johnson nem idős. Lehet, hogy nekünk kell majd megmenteni őket. Szóval sötételen menj és találd meg Fantasztikus Rosszt és Mary Johnsont. Miért én? Jobb, hogyha a növényeket kutatjuk, akkor semmilyen agyi nem fog untatni. Gyerünk haza. Várjatok meg! Kérsz? Aha, csak egy van. Becsléseim szerint már ki kellett volna érnünk az útra. Menő, mint a horrorokban, megyünk körbe. Tudom, hogy mondják ezt szakkifejezéssel. Várj, még nem jutott eszembe! A csodában, olyan, mint a horrorban. Nem tetszik ez nekem, hívom apámat! Én nem szeretek futni utánad, jobban szeretem a matekot, mint a tornát. Értem, sötételen te vagy! Gyorsan vedd le a varázslatot! Mit én? És hogy vegyem le a varázslatot? Nem tudom! Köpj, fúj, bármi! Azt akarom, hogy visszatérjek az én aranyszobámba! Aranyágyal az aranypárnámra! Mindenkinek megvan a saját aranyhangulata. Arany nem mindenkinek való. Nekem sem. Nekem sem tetszik. Sötételen, van mérged? Szerelmi, most nem kell jegyes. Ezt neked majom! Milyen kutya? Majmot rendeltem!
majdnem elkaptalak titeket. Játszani akartam, de úgy rohantatok, mint a hegyi kecskék. Hol van Mary Johnson? Nem tudom, pisilni voltam, megnéztem, nem voltatok ott. Sétáltam leföl, és hogy megláttam, hogy futottatok, követtelek benneteket. Futottatok, mint a bolondok. Miattatok nem sikerült a poén. Ki ez? Ó, Nagyi! Jobb, ha hazamész, vírusok vannak mindenfelé, veszélyes most kint. Ó, édesem, hazavinne? Nincs messze innen. Muszáj lesz segítenünk a Nagyinak. Fantasztikus rossz, ez a Nagyi a történetből. Menjünk együtt, adok nektek édességet. Azok az ő édességei. Nagyi, nem tudjuk az irányt. Elvezetlek én titeket. Vagytok ilyen hangosak? Meghallanak a medvék! Mary Johnson, ez ön? Nem, Nagyi! Milyen gyengék vagytok! Nem bírunk viccelni sem! Mivel? Nem kell, hogy Nagyinak szólítsatok! Bocsásson meg már nekünk! Akkor ez micsoda? Ó, ez az én telógyűrűm! Még nem szoktam meg! Haló? Halina? Hol vagy? A 7C-vel vagy? Ó, fákat kutattok az erdőben? A fákon vannak? Megijedtek a medve jelmeztől? Mondom, a gyerekek olyan gyengék. Olyan könnyű megijeszteni őket, tényleg? Viccelni sem bír az ember. És aztán... Senki sem beteg itt! Az egész bagázs itt van! Én így állok! Az egy idős hölgy! Aranyos!